Szalvavit Alapítvány 1993-ban jött létre, és kezdettől fogva az volt a célja, és most is az, hogy a fogyatékos embereknek az önállóságát, az önálló életvitelét és a boldogulását ebben a társadalomban segítse. A 20 év alatt egy professzionális intézménnyé fejlődött az alapítvány, de továbbra is a munkatársaknak a lelkesedése, az elhivatottsága ezt tartja életben, és ez viszi előre. Sokan támogattak és segítettek bennünket is. Az egyik támogatónk Maestro José Cura, aki 2008-ban és 2009-ben koncerten működött közre a Zeneakadémián. Első alkalommal Verdi requiemjét, a második alkalommal pedig Bach hámolmiséjét vezényelte. És ezzel olyan ismertséget szerzett az alapítványunknak, meg az ügynek is, amit szolgálunk, amit nem tudtunk volna nélküle elérni, úgyhogy ezt ezúton is nagyon köszönjük neki, és természetesen nem volt kérdés, hogy kit kérjünk fel a 20. születésnapunkon arra, hogy ismét támogasson minket. Ő pedig most is első szóra igent mondott. Thank you.
Bozék úr nyilatkozta. Azt fogott meg a Szalvavita Alapítványban, hogy nem merülnek el a sajnálatban. Arra tanítják a fogyatékos embereket, hogy tegyenek meg mindent tőlük telhetőt saját boldogulásuk érdekében. Munkájuk nyomán és biztatásuk eredményeképpen a fogyatékos emberek elhiszik, hogy ők is képesek dolgozni, és ezt be is bizonyítják. Maestro Cura nyilatkozta egyszer, hogy az egészséges emberek elég arrogánsak ahhoz, hogy a fogyatékos emberektől várjanak minden alkalmazkodást. Thank you.
Sokan várnak tőlünk reményt és megoldást kilátástalannak tűnő helyzetükre. Igyekszünk mindenkivel közösen megtalálni a maga útját, mert minden sors, minden személy egyedi, és a mi munkánkban talán az a legfontosabb, hogy mindenki számára személyre szabott megoldást keresünk.